Szóval ez az ország legjobb kerékpárútja. Állítólag. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A picit furcsa a hangom, az azért van, mert maszkban beszélek. Szeptember 19-e van, 2020, és a déli pályaudvaron vagyok éppen. Ha majd visszatekintünk, tudjuk, hogy ez az az időszak, amikor már kötelező a maszkviselés a pályaudvarokon is. Mint ahogy látom, nem mindenki tartja be. De mindegy. A legfontosabb dolog az, hogy 8 óra 20 perckor az S10-es személyi vonattal indulok Tatabányára, ami a 10-es vágányról indul. És mivel van még nagyjából 4 óra a vonat indulásáig, ezért úgy döntöttem, hogy itt fogok megreggelizni. Indulás a vágányokhoz. Azt nézem, hogy itt a déli pályaudvarban volt némi fejlesztés. Az információs táblák tekintetében mindegyik LCD kijelzőre lett cserélve. Jól néz neki. Ott van a 10-es vágány az enyém. Jó szokás szerint alacsony padlós vonat vár rám. Ennek a Tatabánya Győr vonalnak ez a nagy előnye. Ezekre egyszerű felrakni a bringát. Nem csak az információs táblák újak, úgy nézem, hanem ezek a padok is. Szerintem ezek sem voltak még itt egy évvel ezelőtt. Beállítottam a helyére a járgányt. Rajtam kívül még hárman utaznak kerékpárral a vonaton. Úgy erre a vonalra is igaz az, hogy aki kerékpárral akar utazni, az érdemes minél hamarabb felszállnia itt mondjuk a déliben, mert Kelenföldön már esélyes, hogy teljesen elő lesz bringával. El is indultunk, pontosan 53 perc a menetidő az elvira szerint. Úgyhogy ilyen 4-10 környékén fogok megérkezni Tatabányára. Megérkeztem Tatabányára, ott a vasútállomás, itt pedig körbe a város, a Vértes Center. Az fontos info, hogy aki Tatabányára vonattal jön és kerékpárral, az készüljön fel arra, hogy a legelső, lehető legnagyobb feladat kijutni a vasútállomásról, ugyanis egy ilyen zárt felüljáró keresztül lehet megközelíteni a
peronokat. És se lift nincs, de még egy kerékpáros sín sincs, ahol fel lehetne mondjuk tolni a lépcsőkön a bringát. És lefele sincs természetesen. Ugyanez természetesen igaz a mozgássérültekre, meg a kismamákra, akik kisbabakocsival jönnek. Nekik sem egyszerű a dolguk. Jó lenne ezt az épületet minél hamarabb felújítani, vagy legalább valami síneket felrakni, ahol fel lehet tolni a kerekes járműveket. Elindultam Tatabányáról. Első feladat, hogy megtaláljam az általér kerékpárutat, ugyanis felvezetőből már kiderült, hogy merre fogok ma tekeregni. 2020-ban a Tatabányát Tatával összekötő kerékpárutat választották meg az év kerékpárútjának. Szóval a 2020-as év kerékpárútját keresem még mindig. Ez már bohózatba illő, amit most művelek. És igazából a Győri útnak a vonalában jövök, és elméletileg ennél a kereszteződésnél kell lekanyarodni. Ez a Rákóczi út talán. De van itt egy Penny, meg egy Lidl is, ott a fák mögött. És ha jól tudom, van egy minimális helyismeretem itt a környéken, akkor erre van az általér. És gondolom, hogy valahonnan onnan indul a kerékpárút. Na már kerékpárutat találtam végül. És ha minden igaz, ez az általér. Ha ezt követem, akkor elméletileg ezáltal eljutok a kerékpárútra. Hú, ez borosztó, vagy szóvic volt. Köszi. Igen, az már egyértelműen annak tűnik. Itt kanyarodik rá az út. Általér völgyi útvonal. Helyben vagyok. Még mielőtt tovább mennék, gyorsan nézzük már meg, hogy mi van ezen a táblán. Általér völgyi tanúsvény. Növények, állatok, tavak, barlangok. Én most ezt nem olvasom el, akit érdekel, az majd megállítja itt a felvételt és végig tudja olvasni. Egészen kényelmes a szélessége ennek a kerékpárútnak. Nagyon jól lehet rajta haladni, jó a minősége is. Oldalt pedig végig rálátunk a Gerecsére. Itt pedig az első híd. Közben megérkeztem egy pihenőhelyhez,
meg pedig vértesszőrős település mellett található pihenőhelyhez. Itt van is egy tábla. A magyar neandervölgy. Hát vértesszőrösről szerintem mindenki hallott már. Általános iskolás tananyag. Itt talált elő emberről. Hiszen 350 ezer, vagy 35 ezer? 300 ezer, 30 ezer, vagy nem tudom. Ami sok ezer évvel ezelőtt élt itt a környéken. És egy ilyen őspark is létesült itt a településen, hogy bemutassa ezt a ősembert. Van egy kis déjà vu érzésem, ugyanis ugye az Ötz völgyében ott volt Ötzi és az Ötzidorf. Most itt az Általpatak, egy által érnek a völgyében itt van a vértesszőrősi előember és az azzal kapcsolatos park. A hegyek mondjuk nem akkorák, de a táj az legalább annyira hangulatos. Ilyen érdekes régi kőhídível állt a patakon. Arról jöttem, és arra megyek majd tovább. Szóval hogy lett ez az év kerékpár útja? Hát egyszerű, szavazásra bocsátották a szervezők. KTE, Magyar Közút, meg még talán a Magyar Kerékpáros Egyesület is benne volt a dologban. És fényképeket töltöttek fel a Facebook oldalra a versengő kerékpárutakról, és like formájában lehet ezt szavazni a legjobbra. És az első három az több mint 1000 szavazatot kapott fejenként, és ez kapta talán 1400 szavazattal vagy like-kal a legtöbbet. Ugye itt a Tata és Tatabánya közötti részről van szó. Hoppácska, hoppácska. Megállunk gyorsan. Igen, igen, igen. Ott repül. Meg nem mondom, hogy ez milyen madár volt, de nagyon gazdag a madárvilága ennek a területnek. Ezért is egyedülálló ez a kerékpárút. Na, de visszatérve a szavazásra. 1400 szavazatot kapott ez a kerékpárút. És a dobogó második, illetve harmadik fokán két zempléni kerékpárút végzett, ilyen 1100-1200 szavazattal, nem sokkal lemaradva. És csak ezt követte az olyan népszerű kerékpárutak, mint például a Balaton környéki kerékpárutak, ugye a Balaton körnek egyes részei, Balatonfüred, vagy a Dunakanyar, Szob, Zebegény, Nagymaros környéki kerékpárút. Ami meglepő, mert azok talán az országnak a legfelkapottabb útvonalai. Hát gondoltam, hogy jó ez a kerékpárút, de azt nem gondoltam volna, hogy annyira, hogy még a kerékpárom is eldobja a láncát tőle. De ezért gondoskodtam arról, hogy visszakerüljön. És itt még mindig a tó mellett haladok.
Az az igazság, hogy Tatabánya óta szerintem nem jöttem 8 kilométernél többet, de ó, Nagy Kacsás tó ez a neve. De az, az igazság, hogy itt a lényeg most, ez az általér menti kerékpárútnak a bemutatása, meg minél teljesen megtapasztalása. Úgyhogy az elején mindenképpen többet akarok filmezni erről a tájról. Amiről nem beszéltem még, hogy a mai túrának milyen egyéb részei lesznek. Hát értelemszerűen Tatabányáról indul, ez most már nem nagy meglepetés, és Tatán keresztül, ugye ezen a fasza kerékpárúton megyek el, és onnan tovább folytatom az utamat, ott egy kicsit körülnézek azért az öreg tó környékén, és onnan eltekerek Dunaalmásig, egészen a Dunáig, ott megnézek majd pár forrást, hogy melyeket, azokat még egyenlőre titokban tartom, hagy legyen meglepetés. Utána pedig keletre fordulok, és Neszményen keresztül tovább a Duna vonalán megyek, majd délre be a Gerecsébe. Átvágok a Gerecsén, délről megkerülöm, és Tatabányára érkezek majd vissza. Így zárul be majd a kör, ilyen 75-80 km-re számolok, ebben nincs benne az a távolság, ami az otthonom, illetve a déli pályaudvar közötti részt jelenteni, úgyhogy nagyjából a teljes mai táv az egy ilyen 90 km lesz szerintem. Ilyen fenyves mellett haladok el, egészen magashegységi feelingje van itt a tájnak, egy erdőben megyünk. Ott megy a főút, és itt folytatódik tovább a kerékpárút. Na, ez a rész nagyon szép. Ez eddig a legütősebb. Itt ilyen fenyő meg lompulató erdőben tekerünk. Ez nagyon hangulatos, főleg ilyen szép napsütésben. Annyi az egyetlen szépséghibája a történetnek, hogy eléggé behaladszódnak onnan az autók. Ott megy ugye a főút, körülbelül egy ilyen 50-60 méterre. Tehát nincs az a tökéletes csend, de azért így is szép nagyon. Megérkeztem Tatára, és itt elkanyarodok balra, mégpedig erre van Tatának a nagy nevezetessége, az öreg tó. Kemping is van erre. Ez a fekvőrendőr. És itt végig büfésorok vannak már. Ez gizi üdülő rész. Kiértem a Tatai öregtóhoz, itt van mellettem, ez az által érnek a duzzasztásából jött létre, szóval egy mesterséges tó. Ettől függetlenül fantasztikusan néz ki, nagyon jó a hangulat, tök jó sétányok vannak itt körülötte. Ami igazán érdekessé teszi, azonban a környezete. Mindjárt, hogyha megállok egy padnál, akkor körbe is nézzünk, hogy mi van itt.
Na, akkor most már átváltottam a kis kompaktra. És nézzünk kicsit körbe a tón. Az látszik, hogy van vitorlás élet, bár most minimális. De ott van például egy szép kastély, de ami a város igazi nevezetessége, az ott látható, az ott Tathai vár. Innen azért elég messze van, úgyhogy csak ennyire tudom megmutatni, viszont arra megyek tovább, úgyhogy majd ott a vár környékén picit többet fogok filmezni. De nagyon klassz sétány van ott is. Meg van egy jó kis szobor a vízben. Ezt innen most nem látom. Illetve még azon a részen van egy kálvária. De szerintem arra nem nagyon lehet rálátni. De ott is fogok járni. Úgyhogy mindent a maga idejében. No. Túl vagyok a 11 órára ütemezett 10 óráin, úgyhogy a következő célpont a Tathai vár. Rengeteg a kerékpáros itt a sétányon. Mondjuk ez nem tipikusan kerékpározásra való sétány, mert elég nagy a gyalogos forgalom is. Nem véletlenül vannak kitiltva a bringások a nyár szombatjain, illetve vasárnapjain. Így szeptemberben már azért viszonylag bringázhatóbb. De ezért mindig oda kell nagyon figyelni. Mi itt csak vendégek vagyunk. És ezzel nincs semmi baj. Rengeteg a madár itt a tónál. Az Európa egyik legrégebbi mesterséges tava, egyébként több mint 700 éves már. És Natura 2000-es terület. De a vadmadarakra külön programokat szoktak építeni. Az egyik leghíresebb ilyen program a Tathai Vadlúd Fesztivál, amit novemberben szoktak megrendezni. Ami az egyik legnagyobb magyarországi ilyen természetvédelmi fesztivál. Bár nem is konkrétan fesztivál a jó szó rá, hanem inkább egy ilyen természetvédelmi mintaprojekt. Ilyen különböző önkéntes csoportok tartanak itt programokat. És annak okán van ez november végén, mert akkor tájt érkeznek a vaddudak ide a tóhoz áttelelni az évet. És márciusban indulnak útjukra északra, Skandináviába. De azon kívül is rengeteg fajta madár van itt a környéken. Hát elképesztően szép ez a tó. Annyira hangulatos a környezete, annyira szépek ezek a fák is körülötte. Itt van közvetlenül Tathau városa mellett. Itt ez valami vízimalom lehet. Ez tényleg egy igazi tuti kirándulási célpont mindenkinek. Hát ez a sétány ez nagyon szép. Tényleg szinte egyedülálló Magyarországon. És háttérben pedig a Gerecse is látszódik. Na, ez a várnak a bejárata. És itt a várnak az épülete.
Tatai vár az egyik legimpozánsabb várunk, legalábbis elég különleges fekvését, mind stílusát tekintve. Több mint 600 éves, és egy vizes árok választotta el a város többi részétől. Egy luxemburgi Zsigmond építette. Megyek már egy kört itt a Valkertben is. Itt a várkapu. Térkép. És egyébként úgy tudom, hogy 2017 óta folyamatosan restaurálják. Azért van itt ennyi elszalagozott, elkerített rész. De viszonylag nagy területet be lehet járni itt, és ki lehet ülni a falakhoz. Látszik, hogy azért viszonylag kevés része maradt épen. Jóval nagyobb alatt területe volt ennek a helynek. De mindenki megszokta a filmes utalásokat. Minden egyes részben van valami érdekesség, amit elmondok. Na most... A Tatai vár szintén remek forgatási helyszín. Több filmben is feltűnt már. Ahol én legutoljára láttam, és ahol egyértelműen felismerhető volt, az a Witcher sorozat. Az HBO, illetve nem, a Netflix féle Witcher sorozat. Ahol egy gyakorlatilag teljes rész játszódott ott a várban. És itt a tópartján. Itt van keresztelő Szent János szobra is. 1940-ben állították ide. És egészen benne van a tóban. És itt olyan, mint a kis Hableány szobor Kopenhágában. Csak itt talán még szebb a környezet is. Arra van a vár, itt azon a részen, a fának a lombja eltakarja, hatalmas egyébként ez a fa. Szerintem legalább egy ilyen 6 méteres a törzsének az átmérője. Vagy legalábbis a kerülete. Itt a vár mellett közvetlenül van egy forrás, ez a platán forrás. És ahol meg is töltöm a kulacsomat. Én itt akarok üvegni. Nagyon finom a vize. Azt írták egyébként, hogy ásványi anyagokban gazdag. Úgyhogy jó lesz bringázáshoz. Nagyon gyönyörű fák vannak itt a tóparti sétányon. Ez a vicces, hogy így belelógnak a tóba. Továbbra is a sétányon jövök. A következő feladat az lenne, hogy megtaláljam a Kálváriát. Én sem. De annyira tetszik az a sétány, hogy egy darabig még inkább ezen jövök. Milyen szép fények vannak, te jó ég! Még nem annyira sárgásak a faleverek, de azért már látszik a színükön, hogy kezdődik az ősz. Elmegyek erre. És ahogy átvilágít a napnak a fénye rajtuk, így valami egészen elképesztő árnyalatot adnak ki, ilyen zöldes sárgásat. Menjünk erre tovább. Kíváncsi vagyok erre mi van. Eddig egyetlen egyszer jártam itt a Tatai öreg tónál kerékpárral. Meg úgy általában véve is. Úgyhogy mi nagyon sok felfedezni való van itt a környéken, amit nem láttam. De hogyha mindent
meg szeretnék nézni, és mindenről akarnék videózni, akkor elmenne az egész napom. És azért még jó pár program van hátra, amit meg szeretnék valósítani, mert elméletileg kerékpártúrán vagyok, és az az elsődleges célpont. Úgyhogy most tényleg irány a Kálvária. Az egy elég látványos hely lesz. Itt a kastély, amit láttam a tópartjáról. Nem úgy néz ki, mint ami látogatható lenne. Majd megnézem otthon, hogy be lehet-e menni. Úgy néz ki, megtaláltam az utat a Kálváriához. Hú, de nem egyszerű itt. Jó meredek, meg hát tiszta kavicsos az egész. Na, de csak felérek ide is. Csak felküzdöttem magamat ide a Kálvária dombra. Van itt egy ilyen kis információs tábla is. Na, itt van egy jó kis térkép. Hát mondjuk ez jó lett volna az öreg tónál is. Akkor talán egyszerűbben találok el. De itt az öreg tó. Arra van. De egyébként itt a vár irányából a legegyszerűbb megközelíteni, azt írják. Hát én nem erre jöttem, de minden esetre itt vagyok. És akkor itt leírják, hogy mi a helyzet itt. Ez a kis kápolna. Hello? Egyébként építkezés folyik. Látok, hát. Le is van zárva. Úgyhogy ide most nem fogunk bekukkantani. Valahogy ezekkel a kis kápolnákkal nincs túlságosan szerencsém most. Idén legalábbis. De szép építmény ez is. De nem is maga a kápolna a lényeg itt. Nem emiatt jöttem fel ide, hanem így a kilátás, illetve maga az egész domb szerintem van olyan érdekes, hogy ide érdemes feljönni. Az egész egy ilyen mészkősziklán áll az egész plac, és elég látványos ilyen 15-20 méteres sziklafalakkal emelkedik ki a környezetéből ez a domb. Itt vannak oldalról is a sziklafalak. És ott is van valami emlékmű, körbe kövek. Nem tudom, mit jelképezhet. Mondjuk ennyi alapján bármit. Mert úgy látom, hogy semmilyen extra formát nem vesznek fel azok a kövek. És itt van körbe valami emlékhely. Hát ez a szobor, ez szerintem volt már jobb állapotban is. Néz ki, mintha, tudom, ilyen púrhabbal egészítették volna ki a haját a szobornak. De szerintem ezen még fognak dolgozni. Elég sok törmelék van itt a környéken. Gyanítom, hogy ez most is éppen renoválás alatt állhat. Ott fel is van zsinegezve. És akkor ez így körbe a panoráma. Ott a gerecse.
legurultam a dombról. Úgyhogy a következő feladat az, hogy megkeressem az általért, illetve a hozzá kapcsolódó kerékpárutat, és azon folytassam az utamat Dunaalmásra. Megvan az általér. Ott milyen kis vízlépcső van kialakítva a pataknak. És akkor elméletileg itt megy tovább a kerékpárút. Ezen keresztül tudok eljutni Dunaalmásig. Lehet, hogy ez már nem az a tökéletes minőségű kerékpárút, de... de jó lesz. Meglátjuk, hogy milyen lesz hosszú távon. Igen, ez egyértelműen most már a Dunaalmás felé menő kerékpárút. Hirtelen már azt hittem, hogy véget ér az út. De nem, csak átmegyünk a másik irányba. És úgy látom, hogy itt egy kicsit jobb már a helyzet, már ami az aszfaltot illeti. Ez sem az a tökéletes vadonatúj tükörasfalt, mint ami volt a Tatabánya-Tata közti részen. De ez teljesen rendben van, attól függetlenül. Itt is fél kilométer Dunaalmás. Ezt a távot fél órán belül szeretném megtenni. Hú, ott milyen függőhíd van. Na, azt lehet, hogy ki fogom próbálni. Annyira azért nem sietek, hogy ezek mellett, a látványosságok mellett csak úgy elmenjek. Ringa leállítva, itt a híd. Én nem tudom, hogy ez most gyalogos híd, vagy mi a túró. Van itt egy kis betonpillér, és itt szépen átmegy. Elég stabilnak néz ki, semmi kilengés. Hát de azért van kilengés. Hú, nem is kevés. Ja. Hú, ez durvább, mint a Stubilen-falnál Ausztriában. Vicces. Ott egy ember. Hello! Ott pedig egy kis zúgó. Ez már a kerékpárút visszatért a patak mellé közvetlenül. És itt megint javult egy kicsit a minősége. És ez most már tüköraszfalt. Azért van kerékpáros forgalom. Itt balra van egyébként a tatai fényes tanösvény. Ez egy elég látványos gyalogösvény. Fizetős, de nagyon klasszul néz ki. Megéri az árát. Erre van Dunaalmás. És úgy látom, hogy ez valami töltésen futó út lehet. Hú! Ez jól megdobott. Igen, ez egy töltés egyértelműen. És akkor itt fog futni a kerékpárút. Ki volt írva, hogy behajtás a bringásokon kívül csak a vízügyeseknek. Úgyhogy ez nem egy új építésű kerékpárút lehet, hanem itt ez az aszfaltség, ez már megvolt korábban is. Úgy, tök jó kanyarok vannak. Itt van mellettünk a kis patak. Ez nagyon hangulatos ez a rész. Az elmúlt néhány kilométer az nem volt túl látványos. Igazából a kukoricatáblák mellett haladt a bringa út. De ez most kellemes felüldülés jelent. Stay with you. I need to hold you.
Mire nézek, bringások? Hát biztos olyan jót tett ennek az útvonalnak az, hogy megválasztották az év kerékpár útjává. Már hivatalosan ez a szakasz már nem tartozik bele, mert attól még ez egyenes folytatása a Tatabánya-Tatát összekötő résznek. Beértem Dunaalmásra. Itt már nincs kerékpárút, itt már csak mellékút van. Na, itt szerintem kajálok valahol, aztán pedig forrásvadászat következik. Kicsit elhúzódott ez a ebédszünet, úgyhogy már 3:45 van. Szokás szerint. Késésben vagyok a kis tervemmel. Hello, cicus! Ne félj, nem bántalak. Még mindig Dunaalmáson vagyok egyébként. És... a kék forrást keresem. Ezen az úton nem egyszerű egy kézzel menni. Elméletileg valahol itt kell letérni. Na, mindjárt megtudjuk, hogy tényleg itt van-e. Itt van egy tábla a Dunaalmási hévforrásokról. És nekem, ha minden igaz, ez kell. Hát van néhány szabály. Még kerékpáron sem lehet ide bejönni. Hát... ez szomorú. Viszont ha minden igaz, nekem nem is kell bemennem oda a park területére, bár ahogy látom, kerékpárosok nem különösebben zavartatják magukat, simán bebicikliznek. Viszont a forrás, ami nekem kell, az itt van. Igen, ez a forrás, a kút. Nézzünk csak be. Igen, hát ez valóban kék. Fantasztikus színe van a víznek. Egészen különleges kék. És itt pedig van egy kifolyója. Beletorkolik a tóba. Terveztem egy merülési tesztet egyébként a GoPro-val, mert annyira tiszta a vize, hogy lelátni az aljáig, ami szerintem egy ilyen 4 méter is megvan. De hát innen esélytelen lenyomni odáig a kamerát, és nem is szeretném. Pedig tök jó víz alatti felvételeket lehetett volna csinálni, sajnálom. De ott azért látszik, hogy milyen szép kék színe van. És van egy erős kénes szaga. Az étteremben is, ahol voltam, és kezet mostam, ott is egyből megcsapott ez a büdös záptojás szag. Ugyan az itteni források erősen kénesek, és ezért van ilyen büdös szaguk, kegyetlenül büdös szaguk. Egyszer voltam, emlékszem, csapatépítőn is, itt a környéken. Hiszen Neszményben talán. És ott is a csapokból, a zuhanyzóból, mindenhonnan ez a kénes víz jött. És emlékszem, öklendeztünk, mikor
este zuhanyzásra került a sor szobatársaimmal. Hát vicces volt. Nem eridlem az itteniéket. Jó, biztosan nagyon egészséges, meg minden, de... ehhez hozzászokni. Ez volt tehát a kék forrás. Ott. És nézzük meg a második forrást. A lilla forrást. Na, találtam valami elhagyatott földutat itt a főút és a Duna között. Olyan szinten itt vagyok a Duna mellett, hogy itt egy-két helyen már ki is lehet látni a folyóra. Itt van tőlem nagyjából 10-15 méterre. Néztem térképen, hogy itt meg tudom közelíteni a másik forrást, úgyhogy nem is kell visszamennem a főútra. Itt volt a Duna a másik kikötő, meg egy büfé is mellé. Csak arra kéne figyelnem, hogy nehogy túlmenjek. Emléleg itt a vasúti átjárónál, igen, ott van egy forrás. Itt lesz a lila forrás. Hú, ez még biztosabb, mint az előző. Na, elméletileg innen tör elő. Látszik, ahogy bugyborékol felfele. Hú, milyen büdös szaga van, azt a kurva élet. És akkor innen megy lefelé Dunába. De ennek is valami egészen különleges színe van. Kékes, de ilyen fehéres kékes, nem is tudom leírni ezt a szín. Ez olyan, mintha ilyen furcsán foszforeszkálna. Szóval a Csokonai lillájának a nevét nagyon sok hely viseli itt a városban, köztük ez a forrás is. És valami egészen elképesztően tiszta a vize. Én megkockázhatom, hogy ilyen tiszta vízű patakot vagy forrást még Szlovéniában sem nagyon láttam, pedig ott aztán elég különleges színű folyók meg patakok vannak. De ilyen színűt és ennyire tisztát szerintem még ott sem láttam. Az biztos, hogy ennyire büdösed sem. De ha már itt vagyok, itt viszont lehet merülni. És meg tudom azt csinálni, amit meg akartam a kék forrásnál. És hogy megnézzük, hogy mit lát a GoPro a víz alatt. Kamera próba. Merülés 1-2-3. Na, meg voltak a víz alatti felvételek is. És most a következő terv az, hogy innen a forrástól végig sétálok a kis patak mentén egészen Dunáig, a torkolatig. De ott a forrás, és akkor itt jön végig. Itt egészen vicces, hogy kimosta itt az aszfaltot. Ez nagyon jól néz ki. A bringát ide leállítottam, innentől ez gyalogtúra lesz. Mind a kemény 20 méter, ami a Dunáig van.
Fú, de ez valami fantasztikusan jól néz ki. Itt meg már szinte ilyen teljes színe van. Hát ez kurva jó. Ez zseniális. És hihetetlen, hogy milyen bővízű. Tényleg még a vízhőmérsékletét nem is néztem. De nem olyan hideg. Ez simán fölthető. Vagy legalábbis bele lehet ülni. Mert a nagy fürdést nem lehet csapni ilyen vízben. De ahogy látom, mások megoldották, hogy egy mini jacuzzi legyen itt a parton. Itt a torkolat, kis zúgóval, és itt folyik be a kövek között a vize a Dunába. Itt pedig a Duna. Hát nagyon tetszik ez a forrás. A másik az nem volt annyira nagy szám, az igazából csak egy betonteknő volt, amire alig lehetett rálátni. De ez, hát ez minden igényt kielégített. Egészen érdekes, ilyen fehér színű lerakódások vannak a köveken. Gondolom az ásványi anyagoknak a lerakódásai. A dinga megvan. Aki erre jár, az mindenképpen jöjjön el ide, ehhez a forráshoz. Tényleg fantasztikus. Hú, ez a forrás, ez nagyon tetszett. Ez jobb volt, mint vártam. Pedig így a képeken is látszott már, amit interneten nézegettem, hogy különleges színe van, meg minden, de hát ezt élőben kell látni. Tényleg. Az ember azt gondolná, hogy Horvátországig vagy Szlovéniáig kell elutaznia, hogyha ilyen különleges árnyalatokat akar látni természetes vizekben. De nem, itt Dunahalmáson vannak ilyen különleges helyek. Nem csak ez a két forrás van egyébként a településen, meg a környékén. Van több is. De én most csak ezt a kettőt iktattam be a kerékpár túrára. Nagyjából a sűrűbb felét hátra is hagyom magam után. Ez volt a látványosabb, vagy inkább a több látnivalót ígérő része. És most a következő feladat, hogy eljussak Neszvénybe, onnan pedig elkanyarodjak a Gerecse felé délre, és átvágjak a hegységen. Úgyhogy a sportfeladat az még hátra van, és délután 4 óra lesz lassan. És azért már este 7-kor sötét van. Szóval nem árt, hogyha kicsit itt megnyomom a pedálozást. Úgy döntöttem, hogy kicsit módosítom a túratervet.
nem sütőnél fogok bekanyarodni a Gerecsére, hanem itt. Itt van egy kerékpáros tábla is, ami jelöli, hogy mi merre. Dunaalmás sütő, neszmény. Nem, sem érem, hogy jó fele megyek. De minden esetre így a utolsó szakaszt ismét az által élmenti kerékpárúton tudom megtenni. Szóval irány Dunaszent Miklós, utána Szomód, majd Tata. És ott fog bezáródni a kör. Most pedig már hegymenet van. Rendesen emelkedik az út felfelé. Ez az út nem adja könnyen magát. Elég durván emelkedik. De legalább az aszfalt minősége egészen jó. Sőt, tökéletes. Sehol egy kátyú. Sima. Ezen jó menni felfele. Hát ez az út tényleg nem viccel. Nagyon meredek. Úgy, talán itt lehet, hogy lesz kilátás. Ott szőlő ültetvények vannak. Jön itt a neszmélyi borvidék ez. Az egyik borvidékünk. Nagypaphegy. Igen. Na hát arra van kilátás. Ugye meg is állok. És körülnézek egy kicsit. Úgy látom, hogy még az út is emelkedni fog tovább, úgyhogy legalább van indokon beiktatni egy kis pillanat. Az a baj, hogy nincs olyan hely, ahol teljesen be tudom látni a tájat. Úgyhogy majd mozognom kell, hogy mindenre rá tudja közelíteni. Mert olyan sok mindent nem ismerek itt, de azt így is tudom, hogy az ott a Duna. És ott a partján vannak is, ahogy látom. Hú, de remeg, na, gyorsan vissza. Ugye ott a túloldal az már Szlovákia, és a felvidéknek a hegyei halványan kékesen látszódnak. Hilltop. Ez csak nem azt jelenti, hogy fent vagyok a hegyen. Nem akármilyen szálloda komplexum van itt. Gondolom ez a Hilltopé. Hát jó kis kilátásuk van. Azoknak, akik itt szállnak meg, milyen jó kis fotókeret is van. És szerintem itt a vége, legalábbis az emelkedőnek. Ilyentől masszívan lejteni fog az út, vagy nem. Mindenesetre átrakom a kamerát ide, és mostantól gurulunk. Hát itt aztán van panoráma. Van oldalt a borászat. Van is egy kis szemfre szag. Úgy látszik, mégsem gurulunk. Úgy tűnik, hogy hullámvasút lesz az út végül. Akkor vissza a kézikamerára.
hagytam volna a kormányon, szívesen, de akkor nem tudnám megmutatni erre a kilátást. Hát ez tényleg ipari mennyiségű szőlő, ami itt van. És ez mind a hilltoppé szerintem. És visszafele. Hilltop Nestmay ZRT szőlészete az Ürgehegyen. Hát nem gondoltam volna, hogy erre vezet ma az utam, de örülök neki, hogy végül itt kanyarodtam le. Ez már a Madári háthegy. Jól néznek ki a Gerecse vonulatai. Tényleg még a Gerecséről nem is beszéltem. Ugye ez a Dunazug hegység rendszernek a tagja. Itt a Dunántúlon, Komárom-Esztergom megye területén található. A legmagasabb pontját már említettem, ugye ez a Nagy-Gerecse. 634 méter magas. És a hegység többnyire mészkőből épül fel. Kis részben pedig dolomitokból. És emiatt nagyon sok a barlang itt a hegyek között, több mint 300 van, úgy tudom. De különböző források különböző számokat állítanak. Lehet, hogy van 400 is, aztán ki tudja, hogy valójában mennyit rejtenek ezek a hegyek. Itt elhalad egyébként az országos kék túra is, a Kinizsi százas is, sőt az ország egyik legnépszerűbb teljesítménytúrája a Gerecse 50 is értelemszerűen. Itt megy végig. Hú, de jó kilátás van innen. Hú! Abszolút megérte erre eljönni. Ez nagyon klassz. Fantasztikus. Hátrafelé is. Szlovákia felé. És előre is. Dunaszent Miklós. Na, megérkeztem a következő településre. Itt sem jártam még. Nikló. Kíváncsi vagyok, hogy ez vajon milyen nyelven van, vagy milyen nyelvű helyiségnév lehet. Itt azért van komoly lejtés. Fú, arra komoly panoráma van. Egy ilyen völgyszerűségben húzódik a falu. Nagyon szép a fekvése. Ott talán arra látszódik egy picit. Na ez a szemi busz megálló. LED kijelzővel. Ú, és ott milyen szökőkút van. Néha ledöbbenek, jó értelemben, hogy olyan ezeken a kis világvége falvakon milyen elképesztő fejlesztések vannak. Egyenesen Szomód, Vadak útja, Kőpite hegy 4,6 km. És micsoda díszes templom? Hangulatos is település ez. És itt is milyen kőfalak vannak. Itt a templom. És gondolom ilyen boros pincéket rejthetnek. Ott a kiskapuk.
meg itt is. Hú, ott is micsoda kilátás lesz, na ott meg kell majd álljak. Az igen. Ez nagyon szép. Hú, a minden itt neki. Hát én nem számoltam már olyan extra kamerázgatással itt a túrának a második felén, de hát ez az út, ez látványosabb sokkal, mint maga az által ér kerékpárút. Ez nagyon adja. Na, vegyük elő a kis kompaktot, aztán nézzünk körbe, hogy mi látható itt. Annyi akár, hogy nappal szemben vagyunk, viszonylag felős az idő is, és hát ilyen fátyolfelhők vannak, de arra egész jól látszanak Tatabánya házai. Azok már szerintem azok, és az meg a Tatabányai Ipari Park lehet, itt a fényesen világító épületekkel. És ha az Tatabánya, akkor az pedig Tata. Nem semmi. Nagyon szép. Hát ezt ajánlom, ezt az utat. Nincs is nagy forgalom. Tök sok helyen van kilátás, és szép kilátás van ráadásul. Már csak 2 kilométer. Hoppá! Itt az országos kék túra jelzése. Itt megy. És itt pedig már kerékpárút is van. Mindjárt átérünk a másik oldalra. Ez már a Szomód és a Tata közötti kerékpárút. Innen már csak 1 kilométer maximum Tata. Én jól látom, hogy nem is a kék jelzés jön itt, hanem a zöld. A zöld csík. Ugye ez mégsem a kék túrának az útvonala. Másik oldal ott teljesen kéknek látszódott. Megérkeztem Tatára. És az az érdekes, hogy amint beértem a városba, eltűnt a kerékpárút. Úgy látom, hogy erre elég sok kerékpáros útvonal fut. Az elég sok alatt mondjuk pont 2 értek, de ez általában 2-vel több, mint szokott futni egy átlagos helyen. Ez a vadak útja. Ezt gondolom a vadludakra utal, amiről már beszéltem a Tatai Öregtónál. A másik pedig az Agostyán, nem, ez a vadak útja ugyanaz, de Tata centrum is erre van, úgyhogy én megyek erre.
tatánkóvájgok már egy ideje, és ha már erre jöttem, akkor útba ejtem a másik nagy tavat, a cseke tavat. Szóval ez a másik nagy tó, itt tatán. Nem olyan impozáns, mint az öreg tó. De a grandiózussága a helyett kárpótol a csendessége, meg a nyugalmassága. Ezért jóval kevesebben vannak, mint a nagyobb testvérénél. Itt van talán az angol kert, ha jól tudom. Hú, mindesetre. Nagyon impozáns romok vannak itt. Lehet, meg is kéne állni kicsit körülnézni. Na, itt már inkább tudom a bringát. Ez nem ilyen nagyon kerékpározós hely. Pedig van egy cuki híd. Kár, hogy ebben a csatornában nincs víz. Akkor adná az igazi hangulatot. Itt vannak a műromok. Volt ott egy ismeretterjesztő tábla. Gyorsan átolvastam. És kiderült, hogy ez az egész a 18. századnak a vége fele kezdett el lépni. Hoppa, ott van egy esküvői fotózás, úgyhogy azt nem zavarom. Valahogy ide oldalra megállítom a kerékpárt. Szóval az 1700-as évek végén kezdett el. Vagy kezdődött el itt az angol kertnek az építése. Akkor lett kész a cseke tó is, ami ugyanolyan mesterséges tó, mint a tatai öreg tó. És itt a tónak a partján épült fel ez a gyönyörű szép kert, ilyen műromokkal. Ez is nagyon jól néz ki. És valami fotózás van. Nem lehet úgy elmenni, csak úgy bármerre. Itt végig sétányok vannak. Itt aztán el lehet lenni egy kellemes délután. Ez tényleg ilyen félnapos gyalogtúra program. Itt a környéken bóklászni. Nem kerékpárral, inkább csak érinteni ezeket, hogy elsuhanni ott a sétányon, ami aszfaltozott, ott érdemes. Uha, itt az aranyóra. Nagyon szép színek vannak. Ahogy megy le a nap. Közben végre kitaláltam a tatai öreg tóhoz. Egészen fantasztikus fények vannak. Nem győztem kattintatni a kamerát. Úgyhogy szerintem egy ilyen látképpel érdemes búcsúzni.
és elköszönni itt a film végén. Te gyönyörű. Ilyentől az útvonal már ugyanaz lesz, mint amin keresztül jöttem. Végigmegyek itt a tónak a partján. Utána pedig az általrél menti kerékpárúton vissza a Tatabányára. Na, összefoglalva a túrát, ugye a fő cél az év kerékpárútjának a felfedezése volt, ami sikerült, sőt, mi több, még hosszabb szakaszon sikerült felfedezni, mint a hivatalos ajánlásban szerepel, mondjuk úgy. Maga a túra az fantasztikus volt. A kerékpárút szintén nagyszerű volt. Azért hozzá kell tenni, hogy szerintem ez a kerékpárút önmagában, mint kerékpárút, nem annyira extra, viszont a környező látnivalók, akár itt a Tatai Öregtó, akár a Cseketó, akár Dunamáson a források, azok olyan fantasztikus látnivalók, amik miatt mindenképpen érdemes eljönni a környékre, és akár kerékpárral is ezeken az utakon felfedezni a környéket. Nekem nagyon tetszett az egész környék, az egész kerékpártúra. Elsősorban inkább a környező látnivalók miatt, de talán ezeket nem is feltétlenül lehet elválasztani magától a kerékpárútól, hiszen ezeken keresztül megy el, vagy ezeket érinti. Gyönyörű volt a Gerecse is, úgyhogy tényleg azt mondom mindenkinek, hogy ha teheti, jöjjön el erre a környékre. Nézze meg ezeket a fantasztikus látnivalókat. Nincs más akkor hátra, mint elköszönjük. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót. Ha tetszett, lájkold, ha nem tetszett, diszlájkold, ha kérdésed van, írd meg kommentben, és menjetek bringázni, minél többet, minél többen. Sziasztok!